koncepció, az eltökéltség, a célok? Az eltökéltség az nem. A koncepció és a célok, hát valamennyiben, mert minden évben van egy külön koncepció, idén a pillanatos állandóság. Pillanatos, hol volt? Én tudom fejből pillanat. Idén a pillanat és állandóság. Minden évben kitalálunk valami, tavaly volt hagyomány, előtte föld, víz, levegő, ég. Most azért lett pillanat és állandóság, mert most egy picit úgy tágabbra vettük a művészeti stílusokat, tehát itt lesz szobor, fotó, grafika és festészet. Uh-huh. Tehát a másik az, hogy én nem tudtam előre még, hogy a koreaiak most mit akarnak csinálni, mind a hárman képzőművészek. Tehát külön mindenféle dolgot szoktak csinálni, videótól kezdve mindent, egyébként a kiállításon is lesz egy videó. És tehát ezért lett a koncepció egy ilyen tágabb. Aha. A pillanat utal a fotóra, viszont igen, a fotónak az állandósága, amint valaki jól kapja el, vagy azt a pillanatot, ami jellemzővé tud válni az egész... túllép önmagán. Igen, túllép önmagán, akkor ez örökké valóságát tud változni. És hát a magyarok ebben nagyon jók voltak mindig. Hogy válogatod össze a csapatot? Néhány szót, hogyha mondanál mindenkiről. Hát... No, két Zalaegerszegi művész ez adott volt, tehát a Tóth Norbi és a Gazdag Ági már itt volt tavaly. Nagyon szépen dolgoztak, nagyon kellemes emberek, és tehát ők, ez nem volt kérdés. Hát a Gály József, az nem tudom, 40 éve barátom, egy kitűnő festő, most végül rá tudtam beszélni, hogy jöjjön, tehát volt ideje, és most akkor el tudott jönni. Siklódi Zsolt, hát őról a... azt kell tudni, de majd az életrajzolt, ő vezette egy Erdőszeregi művésztelepet, és ő képzőművész, tehát szobrát, grafikán végzett, de csinál mindent, fotó, rá is gondoltam, hogy fotózik, de most mégis szobrot csinál, és hogy ő 13 éve csinálja a művésztelepet Száregyen, most már nem csinálja, úgyhogy gondoltam azt, hogy most ideje lenne, hogy ő is egy picit ki tudjon kapcsolódni, és hogy ez milyen jó dolog, hogy most végre akkor egy ilyen erdély kolléga csinál valami olyat, ami itt lesz, itt marad. Volt személyes kontaktusod is vele? Tehát is hogyne, mette? Persze. Én voltam kétszer itt Száregyen. Persze. Tehát, de már akkor is terve volt véve, hogyha lehet, akkor én biztos, hogy fogom őt valahol beajánlani, vagy hogyha van az, hogy én művészeti vezető vagyok, a természetesre gondoltam. És a három koreai vendég? A három koreai az úgy volt, hogy eleve kellett három ember a Dunaui Városi Művésztelepre, és akkor őket kettőt azt Koreából küldtek, tehát mi megkértük az ottani Gondzsuba tartékvezetőt, hogy javasoljon embereket. Elküldött egy pár portfóliót. Az egyik lány az Kapóra jött, mert az Amerikából jött, tehát ő már eleve perfekt angol. És hát ők ezek a tipikus fiatalok, hogy a trendi dolgokat is, meg a hagyományt is, tehát ők úgy mindent úgy nagyon szépen tudnak csinálni. És ráadásul Dunaújvárosban voltak most ezelőtt, tehát nem ez van, hogy itt vannak 10 napig és haza, hanem hogy ők most egy hosszabb időt Magyarországon. Mint hárma hölgyek? Nem, két hölgyek fiú.